Örök ifjak. Álljon meg! Ne féljen, elkapok! Jól van, fiatalember? Igen, azt hiszem. Köszönöm. Ön túl fiatal ahhoz, hogy emlékezzen rá, de régen éjjel is át lehetett menni a parkon. Erre ma fényes nappal kirabolják. Ez borzalmas. Sajnálom, de nem sikerült utolérni. Nincs maradandó sérülése? Nincs. A hiúságomat leszállítom. Mi próbáltuk, de elszaladt. Ha önök üldöznének, én is szedném a lábam. Egészség vagy halál, ez a jelszavunk. Vigyázunk a kondinkra. A maga korában még kettelés, a miénkben kötelesség. Igen. A szentségét. Mi a baj? A pénzem, a kulcsaim, a tárcám, mindenem a Jackinben volt. A közelben lakik? Nem, a központban. Hát, mi itt lakunk a park túloldalán, tőlünk nyugodtan telefonálhat. Ja. Nem terhelném magukat. Ugyan, ne butáskodjon. Amúgy sem hagyhatjuk itt kint a hidegben. Nos. Még tüdőgyulladást kapna. Jó, hát köszönöm. Még egy kisár. Mi az? Üzenet. Matt hívott. Azt mondta, új egyéni csúcsot állított fel, és hogy kirabolták. De nyugi, jól van, semmi baja, hívd fel. Már beütöttem a számot. Azt kéri, menj el érte. Köszönöm. Keres valakit? Dr. Janust. Ez az én taxim, hé! Köszönöm. Taxi! Taxi! Én rendeltem a taxi, de lefel Ön nyilván Jackie. Ön pedig Dr. Janus. Csak voltam doktor, ma már nyugdíjas vagyok. Csak Arnold, egyszerűen Arnold. De ön tényleg olyan gyönyörű, amilyennek Matt leírta. Köszönöm. Kíváncsiak önre, jöjjön a kondiba. Itt van konditere? Igen, ha van kedve mozogni egyet, valamelyik lány ad melegítőt. Kedves, de hogy őszinte legyek, utálok kondizni. Orvos lévén azt ajánlom, hogy változtasson ezen. De nyugdíjas. Most megfogott. Itt van, Matt. Ő az. Hál' Istennek, jól vagy. Aj, az egyik bordám. Már megint rágyújtottál? A te hibád. Kiraboltak. Phoebe vagyok, Arnold felesége. Örvendek, mert egyik megmentője. Szerencséje volt, hogy arra jártak. Hát, nem csak azért szerencsés, ön hihetetlenül csinos. Ne légy zavarban. Phoebe szókimondó, de ha megismered, igazán kedves. Ne beszélj rólam harmadik személyben, mintha itt se lennék. Kim Barnett, örvendek. Hello. A Whitney-ben dolgozik kutatóként. Szövetekkel, ugye? Ön nyilván Jackie. Jó estét. Örvendek. Jackie? Ben Goodstein, az edzőnk, a barátunk és a szomszédunk egy személyben. Ez az Adonis, pedig a férjem David. Jó estét. Jó estét.
Elnézés, szakmai beidegződés. Sprintet, ugye? Igen, az egyetemen. Hogy jött rá? Világ életemben edző voltam, rögtön kiszúrva. Jó estét! Szilvia Goldstein, Ben felesége. Jó estét! Eviant, perét. A rózsaszín italhoz hozzá kell szokni. De ha ki akarja próbálni, csak nyugodtan. Nem, köszönöm, nem kérek. Ó, bocs, drága. Itt Victor és Miriam McCarthy. Örvendek. Jó estét. Ja, szép ruha. Prada? Látom, ért a divathoz. Mit szól hozzá? Tetszik? Még nem is látta. Micsodát? De... Tada! Ez valami tréfa, igaz? Nem, nem tréfa. Nekünk erre nem futja. Az épület McCarthy-é, Goodsteinék és a mi közös tulajdonunk. Sajnos bőven elférünk itt mindnyájan. Egyikünknek sincs gyereke, és szeretjük, ha vannak itt fiatalok is. Segít fiatalosnak maradni. Hát hagyjuk, hogy a gyerekek megvitassák, és visszatérünk rá. Itt valami nem stimmel. Mennyibe kerül? Csak havi 300-zal több, mint az a luka központban, amiben most lakunk. És mivel szauna meg kondi is van, felmondhatom a kondi bérletemet, és az összeg felét ezzel már meg is spóroltuk. Hol itt a Bibi? Nos, néznek minket szeretkezés közben, de csak havonta egyszer, úgyhogy ez nem olyan nagy ügy. Te beteg vagy, jó hülye. Köszönöm. Gyerekvállalása is ideális. Hívott az orvos. Sajnálom, szívem. Figyelj, vannak más orvosok, és nap mint nap találnak valami új módszert. De azok a tesztek. Az egészet újra végig csinálni. Tudom. Nem tudod. Nem tudhatod. Na, a férfiaknak könnyű. Minket tűvel szurkálnak, vizsgálgatnak. Nektek mi a dolgotok? Kaptok egy kémcsövet, meg egy pornófilmet? Jé, azt hiszed, hogy ez annyira könnyű? Igen? Nem neked kell végignézni azokat az iszonyú bárgyú pornóorgiákat, atya, úristen, egyszerűen ez. Istenem! Ezt nem hiszem el. 4 hónapja. Rámegy minden ebédidőnk, hétvégénk. Erre te úgy találod meg az álomlakást, hogy kirabolnak. Rémisztő ez a New York. Szívem, ha akarod, maradhatunk és beköltözhetünk. Még karácsony előtt. Ön. De. Dra. Quatre. Cinq. Six. A francia tudásomat porolgatom. A bankunk terjeszkedik. A Karib-tenger vidékére. Hát szeretnél egy kicsit gyakorolni. Nous parlons français aussi. Oui. Négyzetméterre 200, és hagyod, hogy ráüljenek? Miért ne? Ha egy rozzancsunkán kibírt 100 évet, akkor az én diványomon is túlél néhány New York-i házi bulit. Hát, nem tudom. Láttam már elég vadbulikat. A 12-es szám alatt nem fogsz. Hát igen, eléggé fitness meg egészségmániások. Eléggé? Ez olyan nekik már, mint egy vallás. Na igen, hát az az ő dolguk. De aranyosak. Jó lesz, buddy. Jackie, csak azt nem mondd, hogy kondizol. Ah, Ben, ígérem, ha valaha találok felesleges 10 dekát a tökéletes testemen, hozzád fordulok. Már alig várom. Ó, a lépcsőmester. Még egy magamfajta öreg róka is képes túlzásba esni.
Majd találkozunk. Neked is feltűnt, hogy pár napja mind a hatan ilyenek? Az influenza miatt az egyik elkapja, és tőle az összes többi is minden évszakváltásnál ez van. Szívem, David és Kim se látta még az új Woody Allent. Szombaton megnézzük együtt? Nem jó, vacsora Trish-sel és Ellennel. Igaz. Vasárnap? Érdekel a véleményed a cuccról, amit vettem. Csodálatos illatok. Nocsak, parti lesz szombaton este. Két barátunkat várjuk vacsorára. Szilvia szerint korai még, hogy felhívjalak hozzánk. Ó, Jackie, hol szerezted ezt a gyönyörű ágytakarót? Csodálatos szövet. Kim szerezte nekem. Összebarátkoztatok velük, ugye? Miért baj? Nem, nekem nem. De az emberek olykor mások, mint aminek látszanak. Én nem tudom, honnan veszem, de ha visszajönnek, nem újítják meg a bérleményt. Vissza? Azt se tudtam, hogy elmentek. Hát mi sem. De ma reggel Buddy látta, hogy taxiba szállnak egy halom bőröndel. De kit érdekel a ruha? Rajta, mutasd meg, hogy rendezted be a hálószobát. Szívesen. Ah, ez olyan vicces. A fiatalasszony, aki előtted lakott itt, ugyanígy oda volt a ruhákért. Szép nő volt, hosszú szőkehajjal. Ő is szekrénynek használta. Ezért költöztek el? Nem volt elég nagy a szekrény? Nem, elváltak. Ó. Szerintem ez ideális lenne gyerekszobának, nem gondolod? Szilvia! Terhes! Terhes? Nem vagyok az. Nem vagyok. Próbáltuk, de nem jött össze. Ó, van még időtök. Igen, de sajnos egyikünk sem ismerte a szüleit. Sajnálom, ezt nem tudtam. Semmi baj. Csak szeretnénk megadni a gyereknek azt, amiben nekünk nem volt részünk. Öltöz át, látni akarom azt a ruhát. Vaj. Zsíros tejföl. Só. Mire készülsz? Megmérgezni magadat? Mettet és a barátaitokat? Nem. A férjed legalább kocog. Szedi a vitamint, meg az ásványi anyagokat. De te nem csinálsz semmit, és ilyennekkel tömöd a bendődet. Szégyelhetnéd magad. Hagyd már abba, Szilvia! Fogd be a szád! Ne szólj bele a fiatalok dolgába! Tadam! Rendben, visszaviszem. Jó vagy? Ja, csak ez a hideg kikészíti a csontjaimat. Figyelj, folytasd csak, amit elkezdtél. Nekem sokat jelent, hogy úgy érzed, bízhatsz bennem. Hát nem is tudom, csak elég nagy a stressz, érted? Nem vagyok a régi. A potencia? Az általában nem okoz gondot, de nem tudom, az elmúlt pár hétben... Hát, a stresszt a kondival le lehet vezetni, de a problémákat valahogy meg kell oldani. Tudom, de az enyémeket nem olyan könnyű. Anyagiak? Igen. A tervező cégem. Több a kiadás, mint a bevétel. Áthidaló hitelre van szükség. Tudom, de ahhoz kéne egy kezes meg. Nem feltétlenül. Mennyi kell? Arnold, nem fogadhatom el. Dehogy nem. Ide hallgass, Matt. Mintha a fiam lennél. És örülök annak, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy tudok segíteni.
Úgyhogy számolt ki, mennyi kell, szólj, és elintézzük. És a kettőnk titka, ha? Hát, nem tudom, mit mondjak. Azt, hogy jó. Nekem. Másnak persze egy szót se. Figyelj, nekem már ennyi elég. Menj csak, otthon találkozunk. Elnézést. Ne, ne lassítson. Már régóta tartom magukkal a tempót, jól kihajtottam magam. Nem is értem, az öreg hogy tudta tartani a lépést. Ha ő a nagyapja, akkor remegényei vannak. Bár ő lenne, de csak a szomszédom. Vannak még öten hasonló korúak, de ugyanilyen fittek. Ezt meg kell néznem. Minden reggel hét körül jövünk le. A többiek ma csak a hideg miatt nem jöttek. Nem baj, ha beszállok? Csapatban jobb. Semmi akadálya. Nem mondd, hogy a szexről is lemondanál, ha az a titkuk. Nem. Te mondtad nekik, szívem? Igen, mert egész nap főztem. Erre csak a brokkoli tetted meg, és a bogyókat, amiket Ben adott. Köszi. Ne, szívem, hagyjad. Hadd segítsek majd én. Hagyjad. Ne, szívem, hagyjad. Hagyjad. Szívem, hagyjad. Szívem, hagyjad. Köszönöm. Tudod, barátom, neked sártana rendesen enni és kondizni. Jó, tudom. De a kaja? Nálam az egyetlen, ami vetekedhet a szexel. Ez mi volt? 10 éve ismerem Ellent. Sose ajánlotta még fel a segítségét. Csukd be az ajtót, jó? Ó, igen. Hát azok után, amin keresztül mentél, nem tudtam, hogy kéne tálalni, hogy fogadnád, de... Hát... Hamarosan... Ó, Trish, ez nagyszerű, ez csodálatos. Matt is tud már róla? Ó, nem, rosszul megy az üzlet, nem tudtam, hogy mondjam meg. Tudnál segíteni? Istenem, ha manapság Matt-tel akarsz beszélni, hát kell menned a 7. X-esekhez. Ó, Jackie. Persze, ugyan, mindig vonzódott az idősebbekhez. Mielőtt bemutattunk titeket egymásnak, mindig kibulizott egy meghívást a szüleimtől, vagy... Ó, Istenem, szívem! Ó, ne haragudj! Jól vagy? Igen. Ó, bocsáss meg. Ne, be ne köpj! Jackie? Azt mondtad, elutaztak. Igen, úgy tudtam. Gyere, nézzük meg, mi történt. Vagy te vagy látnok, vagy én vagyok Alzheimeres, de szerintem nem kopogtunk. Nem is, csak zajt hallottunk fentről, és... Jaj, ne aggódjatok, nem betörők. Szilvia gázszagot érzett, és mivel Barnették elutaztak, felküldtük Buddyt. Nektek hoztuk. Ó. Se cukor, se zsír, se só. Kedves tőletek. Jó ürügy, hogy láthassuk a barátaitokat. Elnézést a zavarásért. Buddy szeretne megmutatni valamit Arnoldnak. Megbocsátotok? Hogyne? Én Phoebe vagyok. Ó, oh, hello. Szilvia. Ellen Kramer. Csak nem a feltörekvő művész. Ó, oh, hát igen. A feleségem Trish. Matt üzlettársa. Úgy van. Hiányzik egy gombod. Ennek meg rémes a pocakja. A szülés szerint a szülés után úgyis egy-kettőre leadó, úgyhogy... Szülés? Atya úristen. Ilyen állapotban inkább szívspecialistára van szüksége. Szilvia, ez a modortalanság. Nem, az lenne az, ha nem szólnék. Ha ráhagyod, Jackie is olyan kövér lesz, mint a barátotok. Elnézést, de az én házamban senki se beszélhet így a barátaimmal. Ez a mi házunk, ifjú hölgy. 2 évre szerződtünk, ha csak nem akartok minket kitenni. Ne, mindenki, kérem, mindenki nyugodjon meg, szívem, higgadj le, jó? Szívem. Hagyj békén! Szilvia, azonnal kérj bocsánatot. Annyira sajnálom. Bocsássatok meg, nem akartuk megzavarni a partit. Ó, semmi baj. Jó ét. Jó ét! Jackie! Ne érj hozzám! Jackie, hagyd abba! Mit, Matt?
Megsérti a feleségedet és a barátodat, és higgadjak le! Köszönöm szépen! Menj és beszélj vele! Egy perc és megnyugszik. Tessék, fogjátok meg, hívok taxit. Szívem, akarsz beszélni? Reggel elmegyek kocogni. Velem tartasz? Na jó, lefekszem. Jackie! Értesz valamit a vemhes macskákhoz? Ó, kár. Betévedt egy kóbormacska az alaksorunkba, és szegényke iszonyúan szenved, meg lehet süketülni tőle. Arnold szerint nem bír elleni. Ó, ne haragudj a múltkoriért. Mi nem ér rá addig, amíg beérek? Ez most ilyen időszak. Fulladj meg, nem menstruálok, és egy férfival se könnyebb. De könnyebb. Szombat este óta egyszerűen... Megmondtam, mit tudom, csinálj. Tudom. Szexis, fekete-fehér nemű meg parfüm. Nálad mindenre ez a megoldás. Édesem, Andrewnál mindig varázslatosan hat. Bár ilyen egyszerű lenne. Jackie, rendi ért hozzá? Figyelj, még valamit elintézek, aztán ott leszek. Az 57. és a 6. sarka. Akkor nem leszel otthon, amikor a polcokat kiviszik. A polcaimat? Ma délelőtt? Igen. Gyorsan a Madisonra! Kiborító vagy! Miért nem lehet egy ilyen üzenetet átadni? Szia! Óvatosan! Tartom! Elnézést! Jackie! Hogy ilyenkor itthon vagy? Az Kim és David bútora. Ó, ne is mondd! Nem szóltak, hogy elmennek. Erre ma reggel megjelent egy költöztető, se egy felmondás, se egy istenhozzád, se egy köszönöm, semmi. De hová költöznek? Valami szigetre, kit érdekel. A lényeg, hogy a csekjük stimmeljen. 3 hónappal lógnak. Viccesz? Ó, bár úgy volna. Én megnézhetném a levelet. Persze, de nektek is küldtek a költöztetőkkel. Becsúsztattam az ajtó alatt. Ó. Most viccelsz? Nem viccelek. Én se hiszem el, hogy visszadobnák a csekküket. Ezt mondom.
mondta. Ez tipikus Phoebe-s túlzás. Az biztos. David tényleg említette, hogy a bankja terjeszkedik a Karib-tenger vidékére. De olyan hirtelen jött. Bár Kim boldognak tűnik. Azt írja, amint lesz lakásuk, látogassuk meg őket. Jó, miért is ne? Jaj, nem. Mi a baj? A költöztetők még nem végeztek, és megjöttek a polcaink. Megyek forgalmat irányítani. Jackie. Bocsáss meg a múltkorért, csak nem akartam összezördülést. Jobb a békesség. Persze nem téged kellett volna leállítani, hanem Szilviát. De még egyszer nem történik meg. Szeretlek. Én is téged. Szia. Buddy! Az kukás autó? Mert a szobám teli van kartondobozokkal, amiket... Majd később felmegyek érte. Köszönöm. Viszlát. Nekem? Nem, sajnálom, Phoebe, de Jackie-nek hoztam. Casablancai Lilium, a kedvence. Persze, csak vicceltem. Matt, ese Matt Lawrence, ezek Santosék, az úr Ramone, a hölgy Rosanna, ők veszik ki Barnették lakását. Ó, Isten hozta önöket nálunk. Nem beszélik a nyelvünket. No problema. Habla española? Spanyolul se tudnak. A brazil dzsungelből jöttek. Csak a portugált és a törzsi nyelvüket, a csipcsákot beszélik. Micsoda időzítés. Arnold barátja nemrég hívott Brazíliából. Arnold sokat járt ott kutatni, és ismeri a nyelvet. Nos, mindegy. Megkérdezte, hogy Arnold vállalná-e, hogy a tolmácsuk lesz, és hogy keresne nekik edzőt, mert hogy maratoni futók és az olimpiára készülnek. Azért jöttek, hogy szokják a hideget. Erre ma ideállítanak. Hát ennyi. Ez remek. Szívem. Matt, nagyon szép. Te még szebb vagy. Megyek, vízbe teszem. Találkoztam az új szomszédokkal. Kim és David lakását már ki is adták? Igen. Különös. Ezúttal egyetértek veled. Letusolok, aztán majd megbeszéljük. Akarsz fürödni? Csipcsák. Törzs, Amazonas vidéke. Csak a közelmúltban kerültek kapcsolatba a külvilággal. Nem sokat lehet tudni a titkos rituáléikról. Ennél tapintatosabb eufemizmust még nem hallottam a kannibalizmusra. Igaz. De olvastam, hogy... nincs bizonyíték arra, hogy a kannibalizmus ténylegesen létezett volna. Törzsi legenda az ellenségek elijesztésére. Hát nem kell mindent elhinni. Mi bajod, szívem? Nem tudom. Csak... nem tudom, mostanában egyszerűen nem megy. Azt hittem, hogy a kondizás meg az egészséges kaja kielégíthetetlenné tesz. Egy újabb mítosz szerte foszlott. Nem miattad, drága. Te tökéletes vagy. Kiszállok.
Matt! Jó reggelt! Hello! Azt hittem, ma reggel már nem jön. Hát a többiek? Már kezdtem azt hinni, hogy csak képzeltem. Otthon melegednek. Az se rossz. A legtöbb épeszű ember ilyenkor azt csinálja. Józan és unalmas. A felesége normális? Ha ismerni, fel se tenni ezt a kérdést. Olyan akár egy futóbolond. Imádná. Szívesen megismerném. Majd egyszer. Rólam nem tud, ugye? Féltékeny típus. Általában nem, de mostanában voltak köztünk gondok. Ezt valahogy megéreztem. Tessék, a telefonszámom. Alison nagyon vonzó nő, de... Csak baráti segítséget ajánlok, és női rálátást a dolgokra. Ez minden. Buddy? Buddy! Buddy, itt van? Buddy! Buddy! Biztos megijesztettem. Mit keresel te ide lent? Szűz anyám, azt hittem kocogtok. Hát csak lehoztam néhány üres dobozt. Ó, erre Buddyt kellett volna megkérned. Kértem, biztos elfelejtette. Ó, persze, biztos sok a dolga az új bérlők miatt. Ó, tényleg, az új bérlők. Ja, gyere innen, olyan hideg van itt. Mit keres az a szép az alaksorban? Az a helyzet, hogy amikor a ház épült, ez teljesen bevett dolog volt, akkor nem voltak riasztók. Tárolásra használjuk. Ott vannak a cicák? Cicák? Igen, szombat este Phoebe-vel azért rohantatok le, hogy... A cica ügyében nem kapcsoltam rögtön, mert nem kis cica, hanem patkány méreg volt. Szörnyen kínlódott szegény, megszabadítottam a szenvedését. Ó, szegényke. Ja. Bezzeg a patkányok élnek és virulnak. Mostanában cserben hagytuk Mertet. Reggel túl hideg van, megvárjuk, amíg egy kicsit felmelegszik. Várj, vannak még dobozok. Ne, Buddy majd elintézi, csak nem szeretjük, ha a bérlők lejárnak az alaksorba, mert túl veszélyes. Számlák. Legalább azt megvárnák, hogy az ember leszedje a karácsonyi dekorációt. Én megyek is, nehogy elkéssek, majd később találkozunk. Hogyne.
Szia! Szia, itthon vagy. Ezt nézd, Matt. Levél az új bérlők. A bélyegződ nézd. A dátumot. Múlt péntek. Igen, egy nappal Kim és David költözése előtt postázták, nem furcsa? Mindenképpen benn lett volna az edzőjük. Miért ne küldték volna ide? Ez akkor is furcsa. Neked újabban minden furcsa. Igen, az is, ha valaki megborotválkozik, mielőtt kocogni megy. Egyedül. Késésben? Megint? Szokás szerint, bocsánat. Elnézést, megkérdezhetem, hogy... Menj csak, Jackie, majd én, de... menj csak. De... Taxi! Taxi! Hogy lehet délelőtt 9:30-kor ilyet enni? Hát téged is meghűítettek. Közéjük álltál? Hívő lettél? Lennél szíves rám figyelni? Bocs. Rajta. Mesélj, őszintén érdekel. Köszönöm. Felhívtam a First City kereskedelmi bankot. Nem segítettek. De Sarah Atkins, Kim volt kollégája, nagyon kedves volt. Ugyanúgy aggódik, ahogy én. Azt mondta, Kim háziállatokon végzett kísérleteket. 3 évig dolgozott rajta. Senki se hagy félbe 3 évi munkát anélkül, hogy legalább tovább ne adná valakinek, vagy mit tudom én. Megadtam neki a számomat, ha megtudna valamit. Mert mit mondott? Ennyire vészes? Nem tudom. Csak éppen... Nem szeretkeztünk mióta. Már semmivel sem tudom felizgatni. Figyelj, tegyél viagrát a bogyó közé, amiket az öregek etetnek vele. Elég, ne poénkodj már mindenen. Bocs. Mit gondolsz? Szerinted van valaki-e? Hát van. Én honnan tudnám? Nekem sose árulná el. Trish tudná, ha nem is mondaná, ő rájönne és szólna neked. Nem mondott semmit. Még névtelenül se. Tényleg. De ha netán lenne valaki-e, Jackie, és te rájönnél, mi lenne? Meg kellene ölnöm. Miért most jössz? Kérem a terveket, késésben vagyok. Ja, még valami. 3 percenként hív valami Catherine Rogers nevű nő, már megőrít a csörgés. Ki? Catherine Rogers, nem ismered? Nem, és ha nincsenek nála a tervek, le van ejtve. Már legalább 2 milliószor hívott. Sarah Atkins adta meg neki a számot a Whitney-nél. Nézd csak, itt van. Ne innen, inkább menet közben telefonálj. Menj. Halló? Miss Rogers? Igen. Itt Jackie Lawrence. Miss Lawrence, köszönöm, hogy hív. David Barnett nővére vagyok. Jackie, várnak! Elnézést, most le kell tennem. Találkozhatnánk délután 3 felé. Hogyne. Melyik szálloda? Mayflower. Rek, ott találkozunk. New Yorki maraton, rajta van a dátum. Tudd meg, ki nyerte. Ez a legkedvesebb emlékem. A nevelőanyám hagyta rám. Amikor meghalt, magányosnak éreztem magam. Biztos amiatt van a ragaszkodás a gyökerekhez. 4 évvel ezelőttig nem tudtam, hogy van egy bátyám. Azóta is keresem. De az, hogy az utolsó pillanatban futok zsákutcába, hát... Nem értem, Phoebe miért hazudott. Ő tudja, hol vannak. Jut eszembe, ezt ő adta. Kim küldte, a költöztető kamionban hagyta. Kedves levél, aranyos lehet. Az is. Szeretném jobban megismerni. A hátteréről nem tud semmit, ugye? Nem sokat. Davidet leszámítva nincs senkije. Nekem is, Mattnek se. Sajnálom, nem tudtam. Nem részvétre vadáztam, csak feltűnt, hogy milyen különös. Egy épületben 2 család, akinek nincs rokona. Mel Brooks? Ő már évek óta nem készít filmet. Miért? Említi Mel Brooksot? Nézze, azt írja, bocs, hogy lemaradtunk az új Mel Brooks filmről.
Magyarázatot akarsz? Igen, azt. Rendben. Képzeld el. A Karib-tengernél vagy a cég költségén. Előtted a hatalmas óceán. Feletted a szikrázó egyenlítői nap. Szelíd hullámok nyaldossák a partot. Csak egy parányi bikini van rajtad. Oh, ez mi? Még egy piña koláda? Köszönöm, uram. Ez az ötödik vagy a hatodik? Tudja mit? Nem számít. Csak befejezem ezt a levelet. Woody Allen, Mel Brooks, Mel Gibson. Kit érdekel? Jöhet egy piña koláda. Jól hangzik, menjünk el. De becsípve se keverheti össze Mel Brooksot és Woody Allent. Az kizárt. Lefogadom, hogy sokan keverik őket. Sőt, egy piña koládába, hogyha megkérdezel egy tizenévest, az se tudja, melyik melyik. Nem. Biztos igazad van. Jackie, jól vagy? Hé, mi a... Az Catherine Rogers, megismerem a ruháját. Szerint az áldozat egy a 20-as évei végén járó afroamerikai nő. Minden jel arra val, hogy kizuhant a 14. emeleti szállodai szobájából. Ne nyiss ajtót! Tégy úgy, mintha nem lennénk itt, kérlek! Biztos hallották az ajt. Lerázom őket, jó? Idegenkezőségre utaló nyomot nem találtak, és a szóvivő szerint minden valószínűség szerint öngyilkosság történt. További híreink. Giuliani polgármester problémái egyre szaporodnak. Miről? A médiát meghagytuk abban a hitben, hogy öngyilkosság, de nem az volt. Kilökték az ablakon. Nem vagyok gyanúsított, ugye? Nem. De többször is hívta az ön irodáját, és csak azt szeretnénk tudni, hogy miért. Bár azután, amit dr. Jánusz és a felesége elmondott. Már pontos elképzelésem van. Kirabolták? Vagy mégis mi történt? Először is a neve nem Rogers volt. Az igazi nevét még nem tudjuk, de az igazolványai és a hitelkártyája lopott. Szóval ő nem is David Barnett húga? Ahogy Jánuszéknak elmondtam, Kim és David Barnett sem az volt, akinek kiadták magukat. Benne voltak egy szélhámosságban, meg akarták károsítani a First City kereskedelmi bankot hitelcsalással. Minket legalább így sokkolt ez a hír. Phoebe rögtön rávágta, ugye megmondtam? Ez a nő nyilván a cinkosuk lehetett, akit kihagytak a buliból. Elkezdte zsarolni őket, mert megölték. 14 emelet. Biztos szétkenődött, mint egy paradicsom. És mázlit van, mert ha a szobájában találkoztál volna vele... Elég, mert is ezt hajtogattam, miután a zsaru elment. Lehet, hogy veszélyben vagy? Nem, de azt mondta, ha bármit meghallok, hívjam, bár szerint ez valószínűtlen. Valahogy nem veszi be a gyomrom. Beszéltem vele, a szemébe néztem. Nem volt bűnöző. És szerintem Kim és David sem az, aminek mondják őket. Érdekel a tanácsom. Ne avatkozz bele! Az érméről megtudtál valamit? Persze. Bruce H. Root, ismered? Nem, de szeretnék beszélni vele. Menj föl a netre, és keresd meg. Amúgy ki ez a fickó? Talán az előző bérlő. Nem tudom, de ha szeretnék beszélni vele. Kíváncsi vagyok, hogy én vagyok-e megbudjanva, vagy más szerint se tiszta a 12-es lakás. Hello! Micsoda meglepetés! Korábban szokott jönni, hogy van? Remekül, dolgozom, de jól vagyok. Nincs baja? Nem tudom. Bocsánat, hívjak esetleg mentőt vagy orvost? Nem kell, szerintem csak ficam. De segíthetne hazamenni. Jó, persze. Jöjjön. Ez az. Mit kerestek a lakásomban? Láttad a tűzoltókat, he? Az egyik füstdetektor meghibásodott. Megszólalt a riasztó, rögtön itt voltak. Bocs, hogy bementünk a lakásotokba, de ellenőriznünk kellett mindent. Ha még egyszer megtörténik, megbírságolnak. Persze, megértem, csak hulla, fáradt vagyok. Megértelek.
Így jó? Köszönöm. Matt, megtenné, hogy felveszi. Igen, persze. Köszönöm. Tartja? Igen. Halló? Ki a szívem? Most már értem, miért nincs kedved kefélni, te szemét! Disznó vagy. Nem volt köztünk semmi. Egy vadidegen nő, akivel kocogás közben ismerkedtem meg. Elesett és segítettem a bokája ezt miatt. Ezt az első 2000 alkalommal is hallottam. Mert ez az igazság, Trish. Akkor hívd fel, győzd meg, hogy nem volt vele himi-humi, és akkor este elmegyek Jackiehez, és ráveszem, hogy beszéljen veled. Remek! Halló? Allison? Elköltözött. Mi? Mikor? Én csak a takarító vagyok, nem tudom. És a bútorai? Mi? A bútorait nem... Ezek bútorozott apartmanok, egy hétre adjuk ki őket. Beszéltél már Jackivel? Nem. Ma is Trishéknél alszik. Dr. Simon Friedlander, régi barátom, a legjobb párterapeuta New Yorkban. Beszélj vele. Tudja, hogy kell megtörni a jeget. Ha Jackie lehiggadt, keresétek fel. Nos, köszönöm, de... Semmi, de én állom. Nemleges választ nem fogadok el. Igazán kedves tőled, Arnold, de... Hozzáírom a többiet. Majd megadod, amikor tudod. Nem csak erről van szó. Nem hiszem, hogy Jackie eljönne. Miért? Mert én ajánlottam. Tudjuk, hogy Jackie egy rakás vén kukkolónak tart minket. Ne mondd el, hogy az én ötletem volt. Szeret téged. El fog menni. Nem te meg én, hanem mi. Önök ketten együtt. Önök a probléma, és önök a megoldás. Hallgassanak rám. A kamara kizárna, amiért ilyet mondok. De szerintem ezek a meddőséggel foglalkozó orvosok több válást okoznak, mint ahány bébit csinálnak. A szex a kudarc szimbólumává válik, ahelyett, hogy a szerelem eszköze lenne. Mert a pár egyik vagy másik tagja, vagy akár mind a kettő elkezdi nyűgnek érezni. Oldjuk meg együtt, jó? Nem lehetne visszamenni tavaly őszig és újra kezdeni. Másút, távol azoktól az emberektől. Jó lenne, ha az élet lehetővé tenni. De a menekülés nem megoldás. Nem úgy értettem. Költözzenek el. De nem most. Előbb oldják meg a problémákat. Így, amikor tovább lépnek, tiszta lappal tehetik. Logikus? Helyes. A következőt javaslom. Hozzanak egymásért valamilyen áldozatot. Ön nem akar elköltözni. Holnaptól segítsen Jackie-nek lakást keresni. Ön pedig, Jackie, bármennyire is utálja, vállalja fel Matt egészséges életmódját. Rendben. Ha én segítek megoldani a problémákat, akkor mire a havazás eláll, és a fák elkezdenek rügyezni, megtalálják az álomlakást. És az egészséges boldog házaspár készen áll, hogy új életet kezdjen. Ha? Jó reggelt! Hello! Ugye milyen csodás a tavasz? Uh-huh. Arnold beszélt veletek ma reggel? Nem. Nem szívesen hozom fel, de a biztosító azt akarja, hogy mindenki, aki a kontit használja, essen át orvosi vizsgálat. Viccelsz! Sajnos nem. Tudom, kellemetlen, de mi álljuk. Rendben? Jó. Köszönöm. Szólok Arnoldnak, hogy kérjen időpontot. Ben, félre ne értsd, de talán neked se ártana. Elég rosszul nézel ki. Megvizsgált, jól vagyok. Csak egy kis megfázás. Minden évszakváltásnál elkapom. Viszlát később! Mr. és Mrs. Lawrence, örvendek. Dr. Janus mindig olyan kedves, fiatal párokat küld hozzám. Matt? Ennél édesebbet még életemben nem láttam. Aranyos, ugye? Trish oda lesz, ha meglátja. Trish és Ellen mióta kocognak? Mi?
viccelsz. Ez nem igaz. Ilyen nincs. Istenem, nekem eddig egy szót se szóltál. Én se tudtam. Feltűnt, hogy késik. Azt hittem a sok zűr miatt, de aztán... Dr. Kanikör felhívott a vizsgálat eredményeivel, ami egyébként mindkettőnknél tökéletes, és kinyögte. Tudta ön, hogy terhes. Mindenkinek elmondom. Ó, még ne hírezted, Matt. Talán Trishnek és Ellennek, de másnak ne. Megkértem az orvost, hogy a kartotékba se írja bele. Lehet, hogy mire meglátszik, már itt se leszünk. Nos, azt reméltem, hogy ezügyben engedni fogsz. Igen, akartam, de... Hát... Nézd meg... Itt a mi családunk. Te, én és a gyerekünk. Akármilyen jóindulatúak, mégse családtagok. Ne kérd, hogy itt neveljük fel a gyerekünket. Nem, dehogy is. Jó. Igen. Hello, Matt! Szombat reggel van, menj vissza az emeletre, és vedd fel a futószerkódat. Jó lenne, de egy csomó munkát kell hétfőre elvégeznem. Újabb határidő? Igen. És hol van Jackie? Majd ő helyetted is fit lesz. Az emeleten kényezteti magát, szaunázik. Viszlát! Jackie, drágám! Én nem tudtam, hogy itt vagy, csatlakozhatok? Ó, persze. Elég hűvös van itt. De valami nem működik? Én kapcsoltam le. Csak meleget akartam, nem forróságot. Valami bajod van? Megfáztál, vagy mi történt? Hát... Ó, Istenem! Nem tudtam, hogy hárman leszünk. Tessék, Jackie, ez a tiéd. Köszönöm, kérem. Frissen főzött mentatea, tökéletes hőfokú. Nemleges választ nem fogadok el. Kóstold meg. Ó, nagyon finom. Fogd meg, hozod. Köszönöm. Még. Jackie, drága, el ne aludj, az nagyon veszélyes. Nem. Semmi bajom. Ráfaragtál. Dr. Kanikör elmondta a kis titkodat. Rendben. Na, fogd meg. Fogom. Gyerünk. Arra van. Elnézést. Szia. Hello. Elvettélt. Tudom. Mrs. Janus mondta. Most arra várunk, hogy kiderüljön, van-e maradandó agykárosodása. Oh. Nem lesz baja. Tudom, hogy rendbe jön. Igen. Igen. Ha egy kicsivel később érek haza. Mr. Lawrence, a felesége még nincs magánál, de minden valószínűség szerint rendbe jön. Szerencséje, hogy Mr. Janus a szomszédja. Fontos, hogy gyorsan reagált. Mellesleg rosszul esett nekik, hogy nem szóltak a terhességről. Az jó, most sok pihenésre van szüksége. Igen, hogy nem. Engem hibáztat, ugye? Szívem?
Készülsz valahova? Azon gondolkodom. Egyedül akarsz elmenni? Mert szerintem ez nem olyan jó ötlet. Talán Phoebe... Ne merészeld! Ha még egyszer meglátom, olyanok, mint valami szekta. Na mindegy, elmegyek, veszek egy füzér fokhagymát, és kiakasztom az ajtóra, hogy távol tartsam őket. Látom jobban. Most viccen kívül, szívem, Phoebe-vel lehetnél kedvesebb. Úgy látom, nincs valami jól. A többiek is betegnek tűnnek. Miért? Kim azt mondta, hogy minden évszakváltásnál megbetegszenek, aztán jobban lesznek, emlékszel? Mit karácsony számít, előtt... hogy Kim mit mondott? Szívem, majdnem elvesztettelek. És lehet, hogy egy nővel már végeztek, úgyhogy ne foglalkozz velük. Ígérd meg, kérlek. Ez guztustalan szokás. Akkor guztustalan vagyok. Azt ajánlom, dugd el, mert ha megtudja, kinyír. Mr. Mack egészséget és a fogadott nagyszüleit ez ugyanúgy felháborítaná. És mi az a meglepetés? Az a bizonyos Bruce H. Root. Rátaláltál? Nem, de kiderült, hogy nem csak mi keressük. Amikor szóltál, feltettem egy hirdetést a netre. Tegnap jött egy e-mail Utahból, egy csóka érdeklődik, hogy megtaláltam-e Rootot vagy a feleségét. 6 hónapja tűntek el. Jól ismerte őket? Csak a netről. 2-3 éve levelezgettek, sose találkoztak. És most jön az ijesztő rész. Tudod, hogy milyen csetelő oldal volt? Ne idegelj, ha csak nem akarsz munkanélkülivé válni. Tanácsadás felnőtteknek, akik szülők nélkül nőttek fel. Ruth és a felesége is, ahogy te és Matt is. Meg Kim és David. Ja, ez egyre kísértetiesebb. Költözzetek el onnan. Szerint ez az üzenet vicces? Szerintem nem, szerinted? Trish, Ellen, amint hazaértek, hívjatok fel! Kérlek. Halló? Ez egyre kísértetiesebb, ezt hallgast. Orvosi kamarai irattár Janus Arnold Kia Harvard orvosián végzett, figyelsz? 1929. június 10-én. Az 72 évvel ezelőtt volt. Úgy van. Tehát még ha valami csoda gyerek is, akkor is közel jár a 100-hoz. Ez furcsa, ugye? Várj, ehhez fotó is van. New York Post, 1962. március 15-e. 39 éve volt, igaz? Igen. A Brandeis edzője nyugdíjba megy. A 64 éves, 32 éve atléta edző Benjamin Goodstein bejelentette, hogy a tanév végén nyugdíjba megy. Ezek szerint ő is minimum 100 fölött van. Igen, figyelj. Vegyészek szövetsége, Victor McCarthy PhD-s. A tagja már... Halló? Halló, Jackie? Randy! Jackie! Halló? Halló! Jackie, drágám! Minden rendben van? Ó, hát jól vagyok. Csak aludtam. Valami baj van? Ó, csak áramszünet van. Nincs se áram, se telefon. De ne aggódj, hamarosan megjavítják. Bocs, hogy felvertelek. Magazin, tessék? Itt Jackie Lawrence. Randy Watts-ot keresem. Miss Lawrence, nem tudom adni, most ment el. Elment? Megtenne egy szívességet? Lenne szíves a mobilomra irányítani a hívásaimat? Hogyne. Köszönöm.
New Yorki rendőrség 30. Jó napot, Thomas Sullivan nyomozót kérem. Thomas Sullivan? Nálunk nincs olyan. Hogy nincs olyan? Járt nálam, ide adta a névjegyét. Kérem, várjon egy pillanatot. Igen, hogy ne. Tartom. Asszonyom? Itt vagyok, megvan? Mondhatni. 23 éve menj nyugdíjba. Az képtelenség. Nem mehetett 23 éve nyugdíjba. Most járt nálunk néhány hete. Valaki szélhámoskodik önnel. Tegyen feljelentést. Nem. Nem. Nem akarok feljelentést tenni. Köszönöm. Jackie, drágám, minden rendben van? Hello. Jackie? Igen, itt Jackie. Itt Andrew. Ki? Andrew, Randy barátja. Ó, igen, szia Andrew, egy pillanat. Bocs, de elaludtam. Szédülök. Randyt keresed? Jackie, Randy meghalt. A rendőrség szerint egy idős férfi ütött el az irodátok előtt. Nem állt meg. Mi? Ez Kramerik telefonja. Ellen szerint ez az üzenet vicces. Szerintem nem, szerinted? A szentségét, hol vagytok? Trish, Ellen, akárki! Itt vagyok. Ellen, most nagyon figyelj! Nem működik a telefonod. Ezen Ellen, kérlek, várj egy pillanatot, légy szíves, Ellen! A telefont. Ellen? Jackie? Mi a baj? Mobiltelefon, igaz? Ezt is az ember bosszantására találták ki. Majd visszahív. Ellen! Ellen! A szentségét! Jackie? Jól vagy, drágám? Olyan rémültnek átszol. Nem. Csak egy kicsit rosszul lettem. Kihívjam dr. Kanikert? Tudod, nekem inkább Buddy-ra lenne szükségem. Eldugult a WC-m. Megoldjuk. Te most inkább feküdj le. Phoebe, tudod, mit szeretnék kérni? Jó lesne egy kicsi abból a finom mentateából, rendbe hozná a gyomromat. Nem gond, már is hozom. Buddy! Na hát, éppen önt keresem. Tudja, eldugult a WC-m. Már is hozom a cuccom. Rögtön jövök. Buddy! Az ajtó nyitva van. Átmegyek Phoebehez teázni. Jó, rendben. Jackie, odalent vagy? Jackie! Arnold, lent van? Nem látom. A fenébe. Itt nincs. Talán ott bent.
Jackie, itt vagy? Jackie! Lehet, hogy ide ment be. Az képtelenség. Újabban furcsán viselkedik. Jackie, hol vagy? Gyere! Szerintem biztos felment. Nem hiszem. Nézzük meg még egyszer, Bud! Megtaláltad? Még nem. Jackie! Te meg mi a fenét művelsz? Jackie! Álljon meg! Jackie! Jackie, ne! Menjen! Menjen már! Nem tudom, mit akarnak. Nem értek semmit, csak azt tudom, hogy valami szörnyűség folyik ott. Megölték Randyt! Tessék, ezt vedd be. Jó. Hol van? Nincs baja? Trishel van. Matt, zaklatott, úgyhogy most hallgass végig, jó? Nézd, Ellen, a feleségem is szeretem. De a történtek miatt a szervezete annyira összezavarodott, hogy azt sem tudja, hol van. Egymás után hívott Arnold, Phoebe, Dr. Kaniker, mind azt mondják, hogy megbudjant. Jó, szarok rájuk meg a baromságaikra. Neked a feleséged, nekem a barátnőm. Hidd el, nem őrült. Össze van zavarodva, de nem őrült. Az emeleten van. Kösz. És ez Buddy szekrényében volt? Akár csak az órát. Ezt... Biztos már rá valami magyarázat. Magyarázd meg Catherine nyakláncát, az eltört reflektort, Sullivan nyomozót, magyarázd meg Rothékat, Kimet és Davidet, hogy nekik sincsenek szüleik, ahogy nekünk semet! Jól van, drágám, semmi baj. Figyelj, nem tudom, miről van szó, de a lényeg, hogy te jól vagy. Amikor felhívtam a rendőrséget, el kellett volna mondanom. Mit? Mit akartál? Mondd el nekem, én felhívom őket, elmondom nekik. Megölték Randyt. Megölték Randyt. Egyszer csak elaludt a karomban. Annyi válium egy elefántot is kiütne. Ez alig, ha nem jó ötlet volt. Szerinted mi folyik oda át? Nos, fogalmam sincs. Hívni kéne a rendőrséget. Ez nem olyan jó ötlet. Hogy nem olyan jó ötlet? Miért? Mit veszíthettek? Jackie utálja azt a helyet. Ezen sajnos elúszhat a cégünk. A cégünk? Bajban voltunk. És Arnoldtól kértem 100 rugót. Ha befutcsolok, az övé a cég. Hogy tehetted ezt a megkérdezésem nélkül? Sajnálom. Jó, megtörtént. Hagyjuk. Rendben? Találjuk ki, hogy mit csináljunk. Ha ezek tényleg gyilkosok, a Sing Singből úgyse tudnák behajtani a lét, igaz? Igen, de ahhoz, hogy kihívjuk a rendőrséget, tudnunk kell, hogy valójában mi folyik ott. Jó, és hogy akarod ezt kideríteni? Hazamegyek. Mintha mi sem történt volna. Hé, hol van Jackie? Ha nem tudják, megmondom, hogy hívom a rendőrséget. Meglátom, hogy hogy reagálnak. Csupa vén trotty, mit tehetnének velem? Elviszlek. Rendben. Hol van Ellen és Matt?
Elmentek a lakásotokra. Nyugi, mikor mentek el? Úgy 10:30-kor. Trish, hajnali 3 van! Itt Jackie és Matt, nem vagyunk itthon, hagyjon üzenetet. Matt, vedd fel, kérlek! Matt, ha ott vagy, vedd fel! Kit hívsz? A rendőrséget. 9:11. Mit mondasz neki? Hagyj! Háló? Igen? Volt az a cserbenhagyás a Madison Avenue-n. Mikor történt? Tegnap. Az 54. utcánál? Igen, az áldozat meghalt. Mi van vele, asszonyom? Tudom, hol van a kis teherautó. Rendben. Nem lesz semmi baj. A rendőrség bármikor befuthat. És ha bajuk esik, akkor mi lesz velem? Nélküle? Megjöttek. Ó, hál' Istennek. Akkor te maradj itt. Járasd a motort, rögtön jövök. Nyitva van, pedig az alaksorba vezető ajtót mindig bezárják. Ők? Ó, Jackie, drágám, hála Istennek, jól vagy. Annyira aggódtunk miattad. Ne engedje a közelembe. Ó, szegényként. Kérdezze meg, hogy mit csináltak a férjemmel és Ellennel. Jackie, hol voltál? Halálra izgultuk magunkat miattad. Jackie, hála Istennek, jól mi vagy? Mi folyik itt? Rendit megölték, a férjem a kezükben van. Biztos úr. A hölgy idegállapota labilis, a barátja tegnapi halála nagyon felzaklatta. Hazudik! Meg tudom mutatni! Jackie, ne pocsékold feleslegesen a rendőrök idejét! Félre az útból! Buddy megjavította. Mit javított meg? Ki az a Buddy? A reflektor el volt törve, láttam. A gondnokunk, véres volt, az is, meg a fel is. Tényleg véres volt, láttam. Te is emlékszel, ugye, drága? Ennek semmi baja. Biztos úr, beszélhetnénk egy percet? Persze. Ne! Ne hallgasson rá! Várjon egy pillanatot, várjon, nyugodjon! Ne! Várjon már egy percet! Már a vetélés is elég lenne az ideg összeomláshoz. Erre a férje elhagyta, a legjobb barátja meghalt. Bűnbakot keres. Minket választott, akik a legjobban szeretik. Láttam már ilyet, előfordul. Hazudik! Akármit mond, hazudik! Nyugodjon meg! Nyugodjon meg! Nyugodjon meg, jó? Itt volt! Hiszen látták, abból szálltam ki! Sajnálom, de nem. Akkor láttuk meg önt, amikor odarohant a kocsinkhoz. Ön biztos úr, megengedi, hogy visszavigyük a házba, beadok neki valami nyugtatót. Hogy ne, Doki, de kell még néhány információ. Vigyék! Semmi baj, Jackie! Kérem! Meg fognak ölni! Miriam, megadnád a biztos úrnak az információt, amit kér? Hát persze. Merezzenek! Merezzenek el! Ugyan, Jackie, úgyis hiába való. Látod? Ez az előnye annak, ha idős az ember. Megúszhatja a gyilkosságot. Meg kell vizsgálnunk a vérét. Ilyen röviddel a terhessége után lehet, hogy a szervezete nem termel elég sérumot. Ébredj, Jackie! Meglepetésünk van a számodra. Elárulunk egy titkot. Hogy mitől vagyunk ilyen fiatalosak? Csak a fiatalok olyan egészségesek, hogy a testükben megvan a szérum. Ott folyik az ereikben. De az én Viktorom rájött, hogyan lehet kivonni. Kérsz belőle? Mett ízű. Szeretlek, drágám. Jackie. Szeretlek. Ó, Jackie. Jackie.
Sajnálom, hogy várnia kellett. Mi volt ez? Nem tudom. Hol van Ben? Jaj, nem. Ben? Megölte. Istenem! Hol vagy, te kis boszorkány? Ebből az épületből úgy se fogsz kijutni. Hiába próbálod menteni a formás kis segget. Biztos felment az emeletre. Viktor, csukd be az ajtót, zárd is be! Biztos itt van valahol. Nem juthatott ki. Mi a fene van ott fenn? A külföldiek hangoskodnak. Bezártam őket. Mit tehettem volna? Majd azt mondom, hogy rablás volt. Fűrészt, vagy bármi használhatót. Nyisd ki, Jackie, azonnal nyisd ki az ajtót. Nyisd már ki ezt a nyavajás ajtót, Jackie. Add fel, innen úgy sem menekülhetsz. Jackie! Itt van. Már is kinyitom. Rendben. Tűzriasztó. Ki a fene kapcsolta be a tűzriasztót? Innen nem lehet lekapcsolni. Csak a tűzoltóság tudja. Siess már! Százados, borzasztóan sajnálom.
A gondnok éppen szerelt az alaksorban, biztosan a por miatt szólalt meg valamelyik riasztó. Borzasztóan sajnálom. Rendben, Dr. János. Ha ön szerint minden rendben, akkor beszólok, hogy kapcsolják. Köszönöm. Segítsenek! Segítség! Itt vagyok! Indulhatnak. Úgy tűnik, hogy nincs semmi gond. Ja, téves riasztás volt. Rendben, mehetünk. Pattanjatok! Na, jól van! Segítsenek rajtunk! Segítsenek rajtunk! Szentségét! Hívd gyorsan a rendőrséget! Kérem, segítsenek! Gyertek! Nem találtak azt a kint? Igen, igen, ott is nézik meg, köszönöm. Biztosan ez is kapcsolódik a gyógyszeres hozzá. Te önző kis ribanc! Vigyázzon a fejére! Rendben! Csukom az ajtót! Bocsáss meg. Ígérem, leszokom. Jól van, fiatalember? Igen, köszönöm. Sajnálom, túl gyorsan futott. Ugye nincs maradandó sérülés? Nincs, jól vagyok. Üldöztük, de lehagyott minket. Maguk elől én is szedném a lábam. Egészség vagy halál, ez a jelszavunk. Próbálunk jó kondiban maradni. A maga korában kedvtelés a miénkbe, kötelesség. Mi baj van? A tárcám, a kulcsaim, a pénzem a táskámban. A közelben lakik? Nem, a központban. Jöjjön, itt lakunk a park mellett. Tőlünk nyugodtan telefonálhat. Simon Friedlander, az úr Dr. Kaniker. Tom Sullivan, nyugalmazott nyomozó.